Megtartotta augusztusi ülését Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete, ahol 17 napi rendi pontot beszéltek át. Így megtárgyaltuk mind az önkormányzatnak, mind pedig a gazdasági társaságoknak az első fél éves pénzügyi tervét, azaz, hogy az eredeti elképzeléseinkhez képest hogy alakul a gazdálkodásuk. Azt állapítottuk meg, hogy az önkormányzat részéről is időarányosan tudjuk teljesíteni mind a bevételi forrásoknak a beszedését, mind pedig a kiadásainkat ehhez igazítva tudtuk teljesíteni, sőt úgy, hogy a bevételünk egy kicsit magasabbak, mint a kiadásaink. És ebből azt a következtetést vontuk le, hogy ha is amennyiben rendkívüli helyzet nem fog bekövetkezni, akkor a város tudja tartani azt a költségvetési előirányzatot, amelyet évelején elfogadtunk, és minden olyan feladatot tudunk teljesíteni fizikailag is és pénzügyileg is, amelyet úgy gondoltuk, hogy 2021-ben megkívánunk valósítani. Ugyanez igaz a gazdasági társaságokra is, mind a Bátkom Kft., mind a Marketing Kft. Beszámolójából az derült ki, hogy időarányosan 50% körüli teljesítésben állnak. Némi eltolódás abban lehet, hogy bizonyos rendezvények például a Marketing Kft.-nél az év második felében fognak teljesülni, és a városüzemeltetési feladatok végrehajtása is elsősorban a nyár második felében, illetve szeptember-október hónapban fognak teljesülni. De itt sem látunk alapvető problémát az üzleti tervük végrehajtásával kapcsolatban. Megvitattuk az óvoda beszámolóját is, hiszen mindig augusztusban tárgyaljuk az elmúlt nevelési évről szóló szakmai anyagot, illetve tájékoztatást kapunk a következő nevelési év indításáról. Megköszöntük az elmúlt évben elvégzett munkájukat az óvodapedagógusoknak, illetve mindenkinek, aki az óvoda működésében részt vett. Illetve úgy értékeltük a beszámoló alapján, hogy zavartalanul tudjuk elindítani a 21-22-es nevelési esztendőt. Pozitívan látjuk azt, hogy a bátaszéki óvoda egy olyan intézmény, ahová szívesen jönnek például dolgozni is az óvodapedagógusok. Bár minden évben van néhány óvónő, aki nyugdíjba megy, de mindig van jelentkező a helyükre, így idén is zavartalanul indulhat el a 2021-22-es nevelési év. A képviselőtestület döntött a civil szervezetek támogatásáról is. Egy kicsit rendhagyó módon most az év második felében tudtuk meghozni a döntést, mert a pénzügyi lehetőségeink így alakultak. 13 szervezet részére mintegy 3,8 millió forintot osztott fel a képviselőtestület. Mindenkinek a kérelmét, igényét maximálisan tudtuk szerencsés módon támogatni. Így mindazokat a feladatokat, amelyeket erre az esztendőre, tehát 2021-re terveztek, reményeink szerint önkormányzati támogatás segítségével meg is fogják tudni valósítani. Döntöttünk arról is, hogy a Mátaszéki Vadásztársaság kérelmét is támogatjuk. A vadásztársaság néhány évvel ezelőtt megvásárolt egy ingatlant a városnak a főutcán, a Budai utcában, ahol vadászházat, illetve közösségi teret kíván kialakítani, ezt a folyamatot megkezdték. A homlokzat felújításához a városunk 500 000 forint támogatást biztosít a vadásztársaság részére, hogy a városképbe illő megfelelő módon kerüljön visszaállításra ennek a patinás épületnek a homlokzati része. Ezeken kívül elfogadták a város parkolási koncepcióját is. Ebben megfogalmaztuk azokat a pontokat, hogy a lakossági igények figyelembevételével hol szükséges gépjárművek tárolására alkalmas parkolót kialakítani. Egyébként ezt a munkát el is kezdtük már 2021-ben, hiszen zajlik többek között a Szabadság utcában, a Városháza környékén egy parkolónak a kialakítása. Reményeim szerint egy két héten belül az első ütemű rész, ami már parkolásra alkalmassá teszi ezt a területet, elkészül. Tettünk lépéseket arra, hogy a Kossuth-Lajos utcai orvosi rendelő környékén is ki tudjunk alakítani egy parkolót. Ezt 22-ben kezdjük el. Itt egy ingatlan megvásárlásával tettük meg ezt. Illetve két módosító javaslatot is elfogadtunk. Egyik, hogy a képviselőtestület a koncepció részévé tette, hogy az új közösségi házak környékén, Németház, Székelyekháza, Felvidékiekháza környékén az elkövetkező időszakban parkolókat szeretne majd kialakítani, hogy a közösségi házak megfelelő módon lehessen megközelíteni. Döntöttünk arról is, hogy a fizikoterápiás rendelőnk előtt kijelölünk egy mozgáskorlátozott parkolót, ezt rövid időn belül meg is fogjuk tenni,
Illetve arról is döntöttünk, hogy fenntartjuk, hogy nem lesz fizetős parkolás Bátaszéken. Volt erre elképzelés és felvetés, hogy a Budai utcában, illetve a Bezeredi utcában ezt tegyük fizetőssé. Mégis a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem lesz fizetős parkolás Bátaszék közigazgatási területén jelen pillanatban. A város költségvetési főösszege az meghaladja az 1,4 milliárd forintot. Ebben benne vannak mindazok a központi bevételek, amelyek a költségvetésbe érkeznek, benne vannak azok a saját jellegű bevételek, amelyek iparüzési adóból és intézményi bevételekből érkezik. Ebből próbáljuk 2021-ben mindazokat a feladatokat ellátni, amelyeket a költségvetés összeállításakor megfogalmaztunk.